Na gyerekek, elindultunk. Azt mondja, hogy beállítjuk Lacit. Így van. És akkor megyünk ki egy helyre. Nem tudom, mennyire fog hallatszódni majd a hangom. Remélem azért rendesen. Szépet, fényeset, széleset, jó, hogy rajta tudj maradni, de aztán nem elszúrni, ám. Tartsunk balra, az jó. Na, Lacika. Biztos, ami ziher, tartsunk balra. Jól van. Egyenesen megyünk, nem fogunk lekanyarodni itt a kanyarodó sávba. Te, nézz oda, itt én már voltam. Ha, komolyan. Jól van, Laca. Ja, kicsit gyorsabban megyünk, mindegy. Darba. Lehet valami olyasmi, mindegy. Most megyek ki egy helyre begyűjteni. Wow! Mondani akartam már kedves kerékpározós kollégának, hogy mivel nem jön a másik sávba semmi, jó lenne, ha áthúzódna oda. Na! Szóval megyek begyűjteni egy szegény idős néninek beltériét, illetve a komplet felszerelést, mert hát na, nem tudja visszaszolgáltatni, és ilyenkor kiszoktuk menni, aztán beszoktuk gyűjteni. Esetleg mehetnénk lassabban. Laca, vége van a városnak, most már nyomjuk. Kicsit megfityegősünk már a GPS tartó mindegy nyomot. Látszik, aminek kell. Tényleg mindegy, hogy menj.
végül is egy viszonylag strapabíró tokban vagyok. De biztos vagy benne, hogy te is? Menjünk el, balra! Jó van, Laca. Nyugodjál meg szépen. Le is megyünk balra. Ez már a... Kérhetek valamit? Hogy nem vennél egy másik GPS-t? Lehet az asszonynak, vagy bár mindegy. És hogy esténként nem raknál bennünket egymásra? Ez nem normál. Na, ott már van valami móka. Elég hideg volt egyébként reggel, ilyen mínusz 3-4 fok. A közmunkások jel, vágják itt a színén a baszt. Közben beérkezünk Kentesre, kifújva az orra, mert ott tele van. Én nem vagyok benne biztos, hogy ilyen rohadt gyorsan kéne menni. A szornod, Laci. Azért sok szokott sípolni ilyenkor, mert olyan elágazáshoz érünk, ami lámpás, és ezt így szokta így jelezni előre. Na, a burgonya 47 forint kilója, vörös hagyma 66. Jó, és ott már állnak. Na, pont zöld lesz, ó, nagyon jó, akkor megindul a hadsereg. Elhagytunk mindenféle ilyen fasságot, úgyhogy abba hagyhatnál ezt a sípolást. Én nem tudom, milyen kukás kocsi volt az, vagy égették is egybe a szemet. Már 47 forint tudom. Amúgy a 46 volt. Vörös hagyma volt 40, vagy 60? Mindegy. Nézzük, mennyi a benzin. 3,87. 3,87 a benzin. Apa fej, én láttam már balesetes képeket. Tűzoltóság.hu. Jó van, Laca, ügyes vagy akkor. Cserélnem nem kell majd kukányokat, mert borzalmasan csúszik. Már most érzem, hogy megnyomom a pedált, nem nagyon történik semmi. Illetve olyan történik, mintha lenyomva hagynám a kukányokat.
viszonylag elég tűnhető a forgalom egyébként. Ahhoz képest.
Hát ott már állnak kocsik, azt a gondolom a parkoló részben, hogy most azért, vagy nem azért. Mindenféleképpen tökéletes információt, erre fogok vigyázni, megígérem. Na és azt látom a térképen, hogy egy piros csík megy a következő utcán, nem a következő utáni utcán jobbra. Mit jelent? Igen, Lacika. Az, hogy nem a benzinkútra megyünk be, hanem le fogunk kanyarodni. Húha, jobbra. Zenét, vagy ne. Jó van, Laca. Egyelőre megvárjuk még itt ennek a dolgok. Ilyen szokott lenni az Euro Truck Simulator 2-ben is egyébként. Na, majd meglátjuk. No.
Na mi lesz? Na, hello. Reméljük, hogy nem szórják ránk a fődet. Majd ott a öcskösre még arrébb megy. Jól van, ezen is túl vagyunk. Nagyon szépen fel van itt rántva az út. A csatornát tesznek, illetve szennyvíz. Mókomon. És azt nézem, hogy itt lenne valami vissza lejövő ág. Pontosan ott, aha. Hogy akkor ezt kikerüljük majd ezt a részt. Aha, pont itt. Itt jönne majd vissza. Eljön majd. A második utcán lesz az, hogy jobbra kell menni. Jó van, Laca. Nyugi. Mindenfele gyalog át felé. Játszottam egy karóval, jobbra megyünk azonnal. Ó, baszki az anyád, tényleg. Jaj, Laca, Laca. Kicsit szólhattál volna hamarabb, de nem baj. Na, itt aztán nem tudom, mit jelzel. A harmadik utcán fogunk majd balra menni, jó lesz. És utána ott leszünk. Na, hova jöttünk? Hova jöttünk? Na, hova jöttünk? A célhoz. Ez jó bent van azért, tehát... Na mindegy, kicsit ilyen eldugott részen van. Na, menjél a balra, és utána már ott is vagyunk. Jó van, Laca. Megnézzük. Azt mondja. Nagyon ügyes vagy, és én sem vagyok hülye, mert ideértünk, ahova beállítottunk, és sikeresek vagyunk, és meg tudtuk csinálni, meg tudtuk csinálni. Ugye? Én is ezt mondom. Itt vagyunk. Itt is a cucc. Ez a 93. Jó van. Na gyerekek, akkor ennyi volt. Itt vagyunk. Megérkeztünk, igen. Naplót mentjük. Ezzel majd számolgatunk. Na, egyenlőre akkor ennyi, és akkor majd folytatjuk. Na gyerekek! Akkor indulás. Meg is vagyunk. Minden tökéletesen zajlott. Leveszem, már nem kell a sapka most. Elég gettó volt a környék egyébként. Mindjárt megfordulok. Ha meg tudok valahol, itt szerintem jó is lesz. Na, gyerekek! És már el is indultunk. Ide, az van írva, hogy jobbra, élesen. És Laca szépen visszavisz minket. Kisebbségi kedves utasok, gyerkőcök. Hamarosan egy hét arra döntjük a gépet. Kérjük, ne hányjam.
Jó van, Laca. Ezeket a gyalogátkelős fasságokat majd kiveszem belőle, hogy ne csipogjon itt. Beállítások. Jól van, Laca. Na, most már nem lesz hülyeség. Nézem balra. Jól van. Nézed. Na? Hadd menjen még el a passzát. Meg nényét is elengedjük. Na. Jól van. Szóval viszonylag eléggé simán zajlott minden. Nem volt semmi gond. Mondom, kicsit gettós volt a környék, de... És megint piros. De most én kibaszok, én most Amarról körbe megyek. Szerintem. Erről. Leszek olyan cigány, hogy körbe menjek. Na, jól van, újra tervezek. Még egyszer utoljára. Jó van, Laca, tervezél újra. Index, balra, kormány, balra, megyünk balra. Oké. Okay. Hopp. Hoppá. És kizuhantatok. Oké, gyerekek. Na, ez is megvolt. Még sincs este. Itt vagytok már most a nyakamba szinte. Tudom, látszik? Minden látszik. Jó van. Jön a nagy liasz. Aja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 j
Na gyerekek, ennyit a kerülő útról. Kicsit ilyen szopatós volt. Mit keres a kecskén, kobra? Forduljunk most enyhén jobbra. De nagyon vicces a laca. Nem baj. Na, hát ilyen ez, gyerekek, ilyen ez. Erről vannak itt szók. Így. Öltrop nézni a kamerába is, nagyon jó. Megy itt a biznisz. Jó, hogy van nálam mindig szó róla. Majdnem a befizetett csekket adtam oda. Befizetni. Van még egy... Egyébként tök röhelyes. Ugye UPC-t árulok, meg minden, de mivel sajnos nincs internete, csak ugye tévé, így kénytelen vagyok ugye bekötni magamnak valami internet féléséget. És a városban csak a Invitel van, ami ilyen. Úgyhogy fizetek Invitelt is. Méghozzá nem is kevesen. 10 000 forintot fizetek internetre. És ez most egy 30 megás internet, 4 megás feltöltéssel.
De hát kell. Másképp nem lenne YouTube, nem lenne semmi. Egyébként pont tegnap gondolkodtam azon, hogy így ültem, és azon tanakodtam, hogy mi a francot kéne csinálni, így játékügyileg, mert egy nagyon kicsit, megmondom nektek őszintén, úgy nem az, hogy befásultam, meg unom, csak de, egy kicsit már úgy nem tudom. Lehet megint tartanom kéne egy kis pihenőt, nyáron is volt, egy 3 hét, nem volt videó, semmi. Ó, picsába, várj, már nem itt akarok lemenni. Hol van? Ja, itt. Szóval... Megyünk el balra. Oké, Laci, megyünk balra. Ismétlen balra. Nem lesz egyszerű kifordulni. Van kikanyarodó sáv, nincs, de jó. Szóval nem tudom, hogy még mi lesz, hogy lesz. Néha már tényleg rohadtul unom, hogy a szarakodásokat, meg hogy nem kapcsolódhatok ki úgy, ahogy szeretnék teljes mértékben, mert feszt fel kell venni mindent, meg ilyenek. Nem tudom. Néha már tényleg abban már belefáradtam ebbe az egészbe. Azt komolyan néha van olyan érzésem, hogy hagyni kéne a francba. De utána meg nem akarok tényleg kiszúrni veletek, meg tényleg nagyon jól esik a bíztatások, meg minden. De hát nem tudom. Ott van a ház, a másik ház is ott van. Azt is csináljuk párommal. Be kell még rendezni. Még festegetjük azért belül is. Ahol az iroda van, azt is csinálni kéne. Ott is az irodát újra akarom festeni. Hát szóval, na, van munka Dögivel. Van, hogy már bejárkálok, tehát mindig ecseg és kisúj között ingázunk, mint fing a gatyába. Ami nem rossz, tehát nem azért. Hülye román meg mindjárt letol az útról. Nézd, ilyen tepedelem szar. Ez árulja egy magát gyönyörű, vagy akkor se kéne, ha ingyen adnánk. Na szóval, ez van. Mögöttem meg szerintem beszart a csávó, mert meglátta a kamerát itt középen. Ja, biztos ki lett szúrva. Na mindegy, úgyhogy olyan sok más tennivaló van, amit most fontosabbnak érzek, mint ezt. És tényleg megpróbálok naponta videót felrakni, de nem hiszitek el, egyébként némelyik videó már olyan rohadt régi, hogy már felvettem, mit tudom én, már egy hónappal ezelőtt, azt még most rakom ki. Látszik is, hogy némelyiken nagy szakállam van, nagy hajam, közben már le van vágva a hajam ilyen nagyon picire, már mit tudom én, már vagy 3-4 hete. Ilyen kis hajam. Tehát azért mondom, hogy én össze-vissza mennek fel videó. Valamikor van időm, akkor felveszek, mit tudom én, 3-at, 4-et, ilyen 20-25 perceseket, és akkor azokat úgy beosztogatom. Közben, mit tudom én, megint van egy órahosszám, mert egyébként ezek ilyen órahosszák. Tehát van egy szabad órám, gyorsan leülök, azt akkor megvan a fejemben, hogy úgy gyorsan 20 percet ebből, 20 percet abból, 20 percet amabból. Az kész. És akkor annyi. Azokat dolgozom fel. Azokat csinálom így meg. Azt jó van. De
tényleg, és akkor így mit tudom, felgyűlik egy csomó. A FIFA-ból is fel van már gyűlve, a Magyar Kupából, a FIFA 12 Magyar Kupa, akkor... Jaj, azzal is most úgy jártam, hogy izé, hogy... fogtam, azt elindítottam, tudod, nem... mit csinál az emberrel egy ütközés egy ilyen sebességnél? Na, mit csinál, Laci? Mit csinál 90-nél az emberrel egy ilyen ütközés? Nem akarom megtudni. Szóval... mit akartam? Ja, a FIFA-t, igen, hogy elindítottam ott is a felvételt, aztán valamiért, amikor elindult, ment egy 5-6 másodpercet, aztán kikapcsolt. Azt így a fél időnél vettem észre, hogy nem megy. Meg ilyenek. Tehát azt akkor olyankor úgy az embernek úgy eldurran az agy, hogy a faszomat, szarakodsz ittem vele. Tehát most amiatt játszom újra az egészet. Nem játszottam újra, kész fél időtől volt felvéve. Ennyi. Végül is tök mindegy, mert nyertem. De akkor is, tehát... nem egyszerűek ezek. Arra is gondoltam, hogy lehet, hogy csak így lesz egy-két játék, de nagyon ritka lesz. Aztán van valamilyen izélyek, hülyeség, akkor inkább vlogolgatok így. Elmondom a gondomat, bajomat, hogy jó van. Szóval ezek vannak most. Jön a november, megint lesz egy kis szünet, ugye? Kis szünet, hát az a szombat. Na mindegy, szóval. Ott is jön a hétvége, nem lesz rá idő. Semmire. Temető. Ide-oda menések. Jó lenne egyet live-ozni, de olyan hulla fáradt vagyok, nem viszitek el, már 10 órakor olyan fáradt vagyok, hogy az kész. Tegnap is úgy volt, hogy egy kicsit izé, beszélek rokkal, nem jutottam el odáig. Bezártam, jött az SMS, ó, posta, ó, bank, még vegyél le pénzt, mert hónap már kell, még oda elrohanni, meg még boltba, még a Lidlibe odaérni, meg a Bennybe. Hazaértünk. Ketten, hulla fáradtam mind a ketten, épp hogy megkajáltunk. Az kész. Fürdés, fekvés. Az olyan hulla voltam már 10-kor, azt sem tudtam, hol vagyok. Reggel 7-kor meg kelés, ugye aztán azért. Indulás. Úgyhogy, nagyon-nagyon-nagyon. Most már nagyon kevés az az idő, amit így azért. Így videózással tudok tölteni, mondom, ilyen lopott óra hosszát, kész, ilyen lopott egy óra hosszát. De az is van olyan, hogy mit tudom én, ötször csöng bele a telefon, de fel kell vennem, mert olyan hív, hogy az fontos. Azt akkor azokat kivágni, újra meg kell nézni a videót, hol csörgött, mi volt benne, stb. Tehát néha már tényleg nincs egyszerűen hozzá türelmem. Ha meg már valamihez nincs türelme az embernek, azt meg azt mondják, hogy jobb, ha az ember hagyja. Ezt inkább nem csinálja azt. Ne legyen erőltetett. Ha már valami erőltetett, az már... Ez az, Bubi! Nyomjad neki! Ez hülye. Ha már valami erőltetett, az már régen nem jó. Ha valaki, mit tudom én, csak azért csinálja, mert kell. Az nem jó. Én szeretem csinálni, csak ha nem tudok rá elég időt szánni rá, és nem úgy sikerül, nem úgy rakom össze, ahogy én szeretném, akkor az szar. Általában mindig odafigyelek arra, hogy mit tudom én, azért szépen legyen összerakva, legyen egy intro, mit tudom én, legyen valami vége, benne legyen a csatorna logó, benne legyen, hogy mit tudom, mivel játszok. Tehát, hogy benne legyen úgy minden szépen. Normálisan össze legyen rakva, ne csak úgy, hogy felveszem, azt felhajintottam, az kész. Az nem videó, az lófasz. Na mindegy, úgyhogy...
Ez van, gyerekek. Most kapunk egy pirosat. Olyan ideje, hogy kivettük ezt a sípolást, mert már hülyét kaptam tőle, esküszöm. Most is visszaérek, lesz még egy csomó más dolgom, nem tudok géphez ülni. Úgyhogy ezek vannak. Délután meg a irodában vagyok.